Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, intézményvezetőket, hivatalkollégáit és megjelent vendégeinket a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 9 fővel határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítésre szeretném felkérni Kalmár Erzsébet és Pető József képviselőket, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a jegyzőkönyv hitelesítőket. Napi rendi pontok következnek. A kiküldött meghívóban 11 napi rendi pont szerepel, 10 napi rendi pont nyílt ülésen tárgyalandó, az utolsó, a 11. napi rendi pont pedig zárt ülésen. Az 5. napi rendi pontnál szeretném jelezni, hogy elírás történt, az önkormányzati rendeletnek a száma az 8/2024 helyett 8/2023. Így ismertetném a mai napra megjelölt napi rendi pontjainkat. Első, előterjesztés Nádodvar város önkormányzatának középtávú 3 éves adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről. Második, Nádodvar város önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása. Hármas, Nádodvar város önkormányzatának 2024. évi költségvetéséhez tájékoztatásról benyújtott mérlegek és kimutatások elfogadása. Négyes, a települési támogatások és egyéb ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021-es önkormányzati rendelet módosítása. 5. Nádudvar város önkormányzat képviselőtestületének a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 8/2023-as önkormányzati rendelet módosítása. 6. A Nádudvari Településfejlesztés és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása kapcsán a taggyűlésen képviselendő álláspont kialakítása. 7. Döntés Nádudvar város település rendezési terv módosításának elhatározásáról, 4 pontot érintően. 8. A Nádudvar külterület 0570/11-es helyrajzi számú és a 0570/13-as helyrajzi számú ingatlan kialakításához szükséges földterület megvásárlása. 9. Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2024. évi múzsaterv elfogadása. 10. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről. Eddig a nyílt ülésen tárgyalandó napirendek, a zárt ülés, 11. napirendi pontjavaslat a Nádudvar város díszpolgára, a Kórbe emlékére és a Kövidék 2024. évi díjazottjaira. Van-e valakinek ehhez kapcsolódóan észrevétele, javaslata? Amennyiben nincs, akkor szavazhatunk a napirendi pontokról. Kérem, aki a meghirdetett napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. És az első napirendi pont, de mondhatnám, hogy az első, a második és a harmadik napirendi pont ismertetéséhez szeretném felkérni Jakab Ludeke Gyöngyi irodavezetőasszonyt. Az első költségvetést tárgyaljuk, az első napirendi pont a középtávú adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről szól. Gyöngyik, átadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Ahogyan ugye a napirendi pontokból látszik, hogy a 3 első napirend, a költségvetés, illetve az ahhoz kapcsolódó határozatok elfogadása, ez az első. Tehát a középtávú tervezés, vagyis az adósságok keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévi és a következő 3 évi adatok alapján az elfogadása. Könnyű helyzetben van a képviselőtestület, most nem tervezünk hitelfelvételt, ettől függetlenül a döntést akkor is meg kell hozni a költségvetés elfogadása előtt. Arról kell megbizonyosodni a képviselőtestületnek, hogy a figyelembe vehető saját bevételek
50%-a elegendő fedezetet nyújt-e a hitelből, kölcsönfelvételekből származó tőke és kamatfizetési kötelezettségeknek. A nádudvari önkormányzatnak bőven meghaladja a saját bevételek 50%-ának az összege az imént elmondott fizetési kötelezettsége összegét, tehát mindenképpen biztosított a hitel és annak visszafizetése ez alapján, az előterjesztés alapján. Úgyhogy ez az előterjesztés ennek a határozatnak az elfogadására készült, és egy mellékletet tartalmaz. Köszönöm szépen. Bizottsági véleményt kérnek szépen. Köszönöm az úrkormánymester asszony, a mai nap folyamán bizottságon tárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltokat elfogadta, egyöntetűleg is elfogadásra javasolta, és hát örvendetesen fogadtuk, hogy nem kell ezen gondolkodnunk, hogy hitelfelvételre sor jelen állapotban. Köszönöm szépen. Képviselőkhöz forduló kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kapcsolódó határozati javaslatot, aki a benne foglaltakkal egyetért, kérem jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat, 9 igen szavazattal elfogadtuk az első napi rendi pontot, áttérünk a másodikra, ami a költségvetés tárgyalása. Itt némileg hosszabb ismertetőre számítunk, és ismét átadnám a szót irodavezető asszonynak, hogy ismertesse a 2024. évi költségvetés tervezetét. Igen, köszönöm szépen. Hát elérkeztünk a 2024 évi költségvetés elfogadásához, amelyet egy hosszas egyeztetések, tervezések, elemzések, kigyűjtések és az intézményekkel, a KFT-vel, a személyes egyeztetések előzték meg, nem csak egy fordulóban, hanem több fordulóban is. Így alakult ki a költségvetés fő összege, amely meghaladja a 6 milliárd forintot, pontosan 6 milliárd 241 millió 926 ezer forint. Ez az összeg, ez 12%-kal magasabb, mint a 2023 évi eredeti előirányzat volt. Tehát a dinamika az megfelelően biztosított. A bevételek és a kiadásoknak mérlegszerűen egyezni kell olyan megbontásban is, hogy a működési költségvetés és a felhalmozási költségvetés egyensúlya. Ezt a önkormányzat költségvetése teljes mértékben biztosítja. Mint ahogy mondtam, külső finanszírozási eszközre nincs szükség, ehhez az egyensúlynak a megteremtéséhez, tehát hitelfelvételre nem szorul az önkormányzat, azoknak a hiteleknek a visszafizetésére kell koncentrálni, amelyeket a korábbi években felvett a képviselőtestület. Néhány bevétel és kiadási kiemelt előirányzatot szeretnék egy kicsit részletesebben bemutatni. A bevételek közül kiemelkedik a közhatalmi bevételek nagysága, amely 1 milliárd 260 millió forintot tesz ki. Ez példaértékűen magas. Az önkormányzat életében még ilyen magas közhatalmi bevétellel nem rendelkeztünk. Ennek a 99%-át teszi ki az iparűzési adóbevétel, az 1 milliárd 250 millió forintos összegben, 10 millió forint pedig egyéb kisebb adók, mezőri járulék, egyéb közhatalmi bevételek, illetve a mezőri járulék. Ez a magas közhatalmi bevétel, amellyel számolhatunk az idén, valójában már az a 2023-as évben is hasonlóan, illetve tervezési szinten
hasonlóan, de a ténylegesen befolyt összeg ettől jóval magasabb volt, majdnem elérte a 2 milliárd forintot. A másik bevételi forrás a központi támogatások, amely szintén egy jelentős bevételi forrását teszi ki a költségvetésünknek, az 1,2 milliárd forint, egy 29%-os növekedés van az előző évhez képest. Ennek a bevételi forrásnak az a nagy előnye, azon túl, hogy próbálja feladat arányosan, illetve normatív módon támogatni az önkormányzat kötelező feladatait. Azon túlmenően most ebben az évben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a központi bérintézkedések fedezetét is tartalmazza, így a tervezés sokkal biztonságosabb, megalapozottabb, hiszen a központi bérintézkedéseket nyilvánvalóan a központi költségvetés állja le, ezért ahhoz saját forrást nem kell biztosítani az önkormányzatnak. Itt kell megemlíteni a kapcsolódási pontot, a magas iparűzési adóbevételt, és sajnos az államnak azon szerepével, hogy amely települések kevésbé tehetősek, kevésbé rendelkeznek saját bevételekkel, őket támogatni kell, ahol pedig magas ez a bevétel, hát onnan elvonja az állam. Hát mi abban a legmagasabb sávba esünk ezzel a kimagaslóan magas iparűzési adóbevétellel, hogy tőlünk a legnagyobb arányú elvonás eszközli a központi költségvetés, mégpedig 460 millió forint az, ami elvonásra kerül, azt meg sem kapjuk, tehát ez a havi nettó finanszírozásban ez azonnal levonásra kerül a központi támogatás összegéből. A finanszírozási bevételek nagyságrendje is eltérő most a korábbi évektől, mintegy 2 milliárd forint finanszírozási bevétellel rendelkezünk, amelyet érthetőbb kifejezéssel azt is mondhatjuk, hogy ez az előző évi maradvány összege. Tehát itt mutatkozik meg a 2023-ban befolyt magas iparizési adóbevételi összeg, és az uniós projektjeinkre leadott támogatási előlegek eddig fel nem használt részének a maradványa. Ezt most áthozzuk erre az évre, a tárgyévre, és itt kerül felhasználásra. Azt előjáróban elmondhatom, ahhoz, hogy a felhalmozási mérlegünk egyensúlyban legyen, ez a finanszírozási bevétel teljes egészében a felhalmozási költségvetésünknek a bevételi oldalát hoz kerül. A kiadások tekintetében ugye elsődleges feladata az önkormányzatnak a működés biztosítása a megfelelő színvonalon, és figyelembe véve a szintrehozásokat, figyelembe véve a szerkezeti változásokat, a béremelések hatását, az inflációs hatásokat. Én úgy ítélem meg úgy gondolom, de ezt megerősítették az intézményvezetők is és a képviselők is, hogy ezt a lehetőségeinkhez mérten, meg az észszerű határokon belül teljes mértékben figyelembe veszi ez a költségvetés. A bérek vonatkozásában azt a központi irányelvet adtuk ki a tervezés előkészítési szakában, hogy a központi bérintézkedéseket 13%-os emelésre egészíti ki a helyi önkormányzat. Nyilván nem fedezi a teljes inflációt, tehát egy reálbércsökkenés azért következik be, de
de akkor is ez egy szép és elfogadható nagyságrendet képvisel. A központi bérintézkedéseket csak érintőlegesen, ugye a pedagógus béremelés az, amely már a tavalyi évben elkezdődött, tavaly július 1-én már az óvodapedagógusokat és a közvetlenül segítő kollégák egy 20%-os pótlékban részesültek, most pedig január 1-től egy átlag 32,2%-os növekedésre kaptunk fedezetet a központi költségvetésből, illetve maga a törvény, ez az pedagógusok új életpályájáról szóló 2023 év 52-es törvény, ez egy 32,2%-os átlagos emelést biztosít a pedagógus munkakörben foglalkoztatott kollégák részére. A szintén központi bérintézkedés érinti az egészségügyi dolgozókat, az egészségügyi szakalkalmazottakat, most március 1-től, hát az önkormányzatunk már most csak egyetlen ilyen dolgozóval rendelkezik, a laboránssal, de részére is biztosítjuk ezt a bér növekedését. A dologi kiadásoknál azt kell elmondani, hogy egy 15%-os növekményt ismertünk el a költségvetési javaslatok összeállításában. Kivéve ez alól, a mérték alól a rezsiköltségeket és az élelmiszer költségeket, ugyanis az élelmezésben most január 1-től vagy március 1-től most mondjam így, hogy az első fél évben nem tervezünk norma emelést, biztosítja még a tavalyi norma a megfelelő ellátást, illetve a jó helyi beszerzési forrásaink is olyanok, hogy a normát még tudják teljesíteni a konyhák, tehát ott nincs növekedés. A rezsiköltségekben tudjuk, ismerjük, nemrég tárgyalta a testület az energiahatékonyság intézkedési tervet, amelyben részletesen is voltak a jelenleg érvényes villany és villamosenergia és földgáz árakat, de most a vízdíjakban és a csatorna díjakban van jelentős változás, amely egy kis bizonytalanságot jelent itt a költségvetésben, ugyanis elég későn szereztünk tudomást róla, hogy milyen nagymértékű központi díjemelés következett be. Egy szóval hatósági áras lett a közületi fogyasztási helyeken a víz és szennyvízdi, és jelentős emelkedés, 2-3-szoros forgalmi díjemelkedésekről beszélünk, illetve az alapdíjak azok pedig drasztikusan megemelkedtek. Sajnos, hogy a költségvetés ezeket a tételeket nem tudta már kezelni, úgyhogy erre vonatkozóan majd a későbbiekben ismertetett tartalék alap ad majd fedezetet, és évközben erre még vissza fogunk térni a költségvetés módosítása során. Rátérve a kiadások másik nagy csoportjára, a felhalmozási kiadásokra, joggal mondhatjuk, hogy ez a költségvetés egy fejlesztés-orientált költségvetés, hiszen a költségvetésből 2 milliárd forintot fejlesztésre tudunk fordítani, amelynek nagy része, nagyobbik része a uniós projektek, illetve egyéb hazai forrású projekteknek a megvalósítása, az aktuális éves előrehaladása. Viszont egy tetemes összegű, több 100 millió forintos fejlesztést helyi forrásból valósítunk meg, amely egy olyan rendhagyó helyzet, amellyel ritkán találkozik egy ilyen kis település önkormányzata, de náluk ez a kivétel, és ez most a költségvetés
ennek a jelentős részét teszi ki. Hát említettem, hogy a nagyobbik részt a projektek megvalósítása jelenti. Tudjuk, hogy a 14-20-as uniós ciklus lezárultával a topos projektjeink is lezárultak 23. december 31-el, és kezdetét vette az új csoport, a top pluszos projektjeinknek a megvalósítása, amely összegszerűen 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést eredményez a önkormányzati vagyonunkban. Ezeknek a projekteknek az adott évre vonatkozó kivitelezési, tervezési, előkészítési költségeit tartalmazza a költségvetés. Ezen kívül vannak hazai forrású projektjeink is, vannak még elbírálás alatt lévő projektek, 3 is, ebből 2 uniós, 1 hazai, illetve ki kell emelni azt a bizonyos önerős beruházásokat, amit említettem. Ezek közül is az útépítés az, ami meghatározó erre az évre. Ugye ez a lakosság egészét érinti, belterületi útépítési fejlesztéseket valósít meg az önkormányzat 80 millió forintos saját forrásból, amely útalap építéseket és bitumenezéseket egyaránt tartalmaz. Hát ha ezeket sikerül megvalósítani, akkor elmondhatjuk, hogy Nádudvaron belterületén nem lesznek földutak, hanem vagy útalapos utak, vagy szilárdburkolatú utakon tudunk közlekedni belvárosban. A saját forrásunk kívül még 2 utas projekt is van, ugye a belterületi utakra egy és a külterületi utakra egy pályázat. Ez mind a 2 az idén kivitelezésre kerül. Már nagyon közel vagyunk hozzá, hogy a kivitelezési szerződést megkössük, és aztán indulhat az építés. Ezen kívül még számos kisebb összegű fejlesztést is megvalósítani tervezünk a költségvetésben. Ebből kiemelkedik a mentőállomás kialakítása a főút 102 szám alatt. Az épület már kiürítésre került, a mentési pont egy ideiglenes helyen van, és elkezdődött, illetve folytatódni fog az idén a mentőállomás kialakítása, illetve ezzel együtt az energia korszerűsítése is megvalósul az épületnek. És nem említettem még az energiahatékonysági beruházásainkat és felújításainkat, amely ebben az évben kiemelkedő nagyságrendet képvisel. Tudjuk, hogy az energiaválság óta különös figyelmet fordítunk az energia hatékonyságra, az energiatakarékos kivitelezésekre, felújításokra, és ebben az évben is így teszünk. Ez a költségvetés egy több mint 200 millió forintot tartalmaz ilyen jellegű beruházások megvalósítására. Ebből a legnagyobb beruházásunk a közvilágítás korszerűsítése, amelyet el fogunk tudni kezdeni az idén. A tervek, engedélyek már rendelkezésre állnak. Most keressük a legalkalmasabb és leghatékonyabb finanszírozási módot, amely alapján nagyon bízunk benne, hogy rövid idő alatt meg tudjuk valósítani a Nádudvar közvilágításának a korszerűsítését. Ezzel egyébként egy 40-50%-os energiamegtakarítást lehet elérni, úgy, hogy a világító testek számát jelentősen fogja növelni ez a korszerűsítés. És meg kell említeni még a tartalék alapot, amely szintén rendhagyó összegű ebben az évben. 320 millió forintot állítottunk be tartalékként, amely
tartalmaz egy 35 millió forintos céltartalékot és egy 285 millió forintos általános tartalékot. A céltartalékból két célt szeretnénk biztonsággal megoldani és megvalósítani az idén. Egyik a már említett víz és csatorna díjaknak a kezelése az év folyamán. Nyilván ez majd a költségvetés módosítását fogja igényelni. A másik pedig az óvodapedagógusok béremelésének a rendezését, amely még az évet fogja érinteni, de az óvoda költségvetésébe egyelőre csak az a emelés összege kerültek be, amit most 2024. január 1-től megköttetett a dolgozókkal. Az általános tartalék pedig teljes összegében a fejlesztési forrásainkat fogja növelni. Erre vonatkozóan döntések majd az év folyamán fogunk előterjeszteni, akkor, amikor már kellő információ áll rendelkezésre, amikor a projektek előrehaladása már olyan szintet fog elérni, hogy döntésre tudjuk hozni a képviselőtestület elé. Hát ennyiben szerettem volna röviden összefoglalni a 2024 évi költségvetést. Ezzel kapcsolatban kiadásra került ugye maga a rendelet a mellékleteivel együtt, illetve egy részletes, szöveges előterjesztés, amely ettől sokkal-sokkal részletesebben tartalmazza az egyes tételeknek a magyarázatát, a megvilágítását, és természetesen bármilyen kérdés van, állunk itt rendelkezésre, és válaszolunk rá. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a részletes ismertetőt, bizottsági véleményt kérnék szépen. Köszönöm a szót, polgármester asszony, és nagyon szépen köszönöm irodavezető asszonynak, Gyöngyikének ezt a gyönyörű összerakott munkát, és nekem volt szerencsém már a készítés folyamatában is részt venni, illetve több alkalommal is megtekinteni azt az összeállított anyagot, amely vetítésre került, és a számokat látva egymás mellett, hogy honnan, hová tudunk lépni, én azt gondolom, hogy minden idők tényleg legjobb költségvetését adhatjuk és hagyhatjuk jóvá mai napon. Egyértelműen, ahogy elhangzott, ez a fejlesztés éve, a fejlesztés költségvetése, az innováció támogató, kimagasó, kiugró számok, vagyongyarapodás, rengeteg pályázati projektnek a megvalósulása. Én mindig is átnézve, végignézve ezt a költségvetést, nagy vonalakban, ahogy hallhattuk, a közvilágítás, én azt gondolom, erre már nagyon régen vártunk, az ingatlan vásárlás, a két ingatlan vásárlás, amely a vagyonelemeink gyarapodhatnak, szerintem ennek is időszerű, hogy pont kerüljön a végére. Nem beszélve az állam megúvó értéknövelő beruházásokról, a bérrendezésekről, és azért egy ilyen céltartalékkal a mentőállomás, az egészségügyi szolgáltatásoknak az emelése, a beszerzések, tehát én az eszközbeszerzések, rengeteg mindent folyamatában én is mindig írtam és néztem. Én azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor ezt az évet elkönyvelhetjük egy sikerévnek. Mindannyian mögött állunk ennek a megvalósításnak, és hát a bizottságunk elég hosszan tárgyalta, tehát azért, mert részleteiben belementünk a számok növekedésébe, csökkenésébe. Az önerőképességünk azt gondolom térségben az egyik legkiemelkedő. Nincs más, mint előre, csak így tovább. Nekünk minden évben mondtam, hogy ha ennél rosszabb nem lesz a költségvetésünk, akkor jó, de az öt év alatt mindig folyamatosan csak több és több volt. Szerencsére így könnyű úgymond gazdálkodni, de jó gazda szemléletet tartva, hogy a irodavezető azt mondja, hogy soha nem herdáltuk el évről évre sem a pénzt, hanem mindig arra törekedtünk, hogy jó célt szolgáljon. Egy szó mint száz, bizottsági állásfoglalás. A bizottság egyöntetűleg elfogadta és elfogadásra javasolja a 2024 évi költségvetést. Köszönöm szépen. Képviselőkhöz fordulok. Kérdés. Hozzászólás javaslat. Képviselő asszony.
Köszönöm a szót, polgármester asszony. Hát mennyire máshol most a helyzet, mint ezelőtt volt, azzal kezdem, fantasztikus, soha nem remélt költségvetése lesz a városunknak, amennyiben ezt a testületünk elfogadja. Ha visszaemlékeztem, 2023 év elején, ott az energiaválság miatt ilyen interkalációt a 10%-os dologi megtakarítást irány elő, mind az intézmények részére, mint a hivatal részére, tehát be is tartották, amit köszönünk neki. És olyannyira sikeres volt, hogy a jó szerződések, meg a takarékosság miatt ez a 10% felszabadításra került, azt hiszem októberben, tehát már ott is tényleg jó évet sikerült zárni. Irodavezető asszony jellemezte nekünk a város költségvetési tervezetét azzal, hogy kiugróan magas a bevétele a városnak, a kiugróan a vagyongyarapodás és a ingatlanfejlesztés. És ugye meg kell mondani, hogy minden területre, legalábbis amire eddig fordítottunk, jutott pénz, sőt, még több is, ahogy elcsetelted, és megköszönöm polgármester asszonynak az irányadását, iránymutatását, amit adott a hivatal részére, ahhoz, hogy összeállítsa ezt a jó remek költségvetést, ami nem kis munkát igényelt, úgyhogy nektek is szeretnék megköszönni a pénzügyi irodának a munkáját. Arról is szóltál, hogy a civil szervezeteket összeggel támogatjuk, és ebből szeretnék kiemelkedni a kézilabda szakosztályt. A 44 millió forintból 15-tel támogatjuk, tehát örülök neki, hogy ezt is sikerül, mint kézilabda szurkolónak itt konstatálnom. A kötelező feladatok mellett, ahogy összeadtam, körülbelül nem sok híja van az 1 milliárd forintnak, amit fordított önkormányzat a vállalt feladatokra, a kötelező feladatok mellett. Ugye a fejlesztéseket úgy kommentáltak, hogy a 2,5-szeresre több pénzt fordítottunk rá, vagy fordítunk rá, mint a jövőben, és ugye nagy öröm a részünkre, hogy sikerül, ha minden igaz, akkor a közös tulajdonokat megszünteti, megvásárolna a fürdőt a 140 millió forintért, illetően majd a műfázra is a sor kerül. És ugye az is egy remek dolog, hogy nincs költségvetési hiány, és amellett ugye 320 millió forint a tartalék, ami megfelelő biztonságot ad, mind a működés, mind pedig a további fejlesztési feladatoknak a elvégzésére. És ugye 600 millió forintot fogunk fordítani az úthálózat fejlesztésére, tehát ez is egy remek dolog, ilyen még nem volt, azt hiszem az elmúlt évtizedekben sem. Én a jövőre nézve, ugye már most nem, de majd a jövő testületének javasolnám, majd megjelván, hogy vagy egyetértenek vele, vagy nem, hogy a klímavédelmet is helyezzük előtérbe, vagy helyezzék. Én most úgy tettek, mintha így lennék, vagy. Itt elsősorban arra gondolok a fásításra, ezt már egyébként az e-mails tárgyalásokból is felhozta, hogy utoljára én azt hiszem, hogy olyan 45-50 éve volt a tanácsrendszer idején, amikor fákat osztottak a lakosság részére, és az utcákba ki kellett ültetni a lakosoknak a közterületre, előttük álló közterületre. És még azért néhány ház előtt lehet azt hiszem egyet-kettőt felfedezni. És ez egy nagyszerű dolog, mind az egészségvédelem, mind pedig az utca képének a megjelenése,
szempontjából is. Hát nyilván ez nem a mostani évnek a feladata, mert hát ezt gondolom, hogy tervezés, meg hát nem kevés pénzt igényel majd. Na visszatérve, hogy hogyan is volt lehetséges ennek az államköltségvetés, mert a tervezetének az összeállítása, hát nyilván a pályázati pénzeszközökből az állami támogatások mellett, és ugye ésszer szót kell ejteni arról a közel 2 milliárd forint értékű helyi ipariterjű adóbevételről, amit az elmúlt évben a cégek befizettek. Remetem város alpolgármestere azt iratkozta az újságban, hogy az elmúlt 10 év alatt Debrecenben 3,5-szeresére nőtt a iparűzési adóbevétel. Az elmúlt 5 év alatt pedig azt hiszem, hogy a duplájára nyilatkozott. Hát nagyon elmondhatjuk, hogy 1 év alatt nőtt 2,5-szeresére. Polgármester képviselő úr, a Nágyudvarváros díszpolgára pedig úgy nyilatkozott, hogy Nágyudvar hatalmas gazdasági potenciálra rendelkezik. Igaza van, meg kell mondani. És mindezek alapján, amennyiben polgármester asszony és a tisztelt képviselőtársaim is egyetértenek, javaslom a képviselőtestületnek, hogy levélben is fejezzük ki a köszönetünket polgármester asszony továbbításával azoknak a helyi cégeknek és a vállalkozások felé, akik kimagaslóan teljesítettek, és ennek kapcsán több bevételük. Tehát én azt javaslom, hogy nálunk a határozati javaslatként, amennyiben elfogadja a tisztelt képviselőtestület és polgármester asszony, hogy Nágyudvar város önkormányzat képviselőtestülete egyetértés elismerését fejezi ki a helyi cégek vezetőinek és a vállalkozásoknak, hogy sok embernek adnak munkát és megélhetést. Megköszöni továbbá, hogy a sikeres gazdasági eredményük által befizetett 1,942 millió forint ipariterjesztési adójukkal nagyban hozzájárultak a településünk szolgáltatásainak működtetéséhez és a célkitűzéseinek a megvalósításához 2024 évben is további gazdasági sikereket kívánok nekik. Köszönöm, ez csak egy javaslat. Köszönöm szépen, Erzsike, a hozzászólást. Én maradéktalanul egyetértek a javaslattal, és valóban az a költségvetés, amit most tárgyalunk, ezekkel a számokkal az legfőképpen a gazdálkodó szervezeteinknek köszönhető. Semmilyen akadálya nincs. Volt már erre példa egyébként a ciklus alatt, hogy írtunk egy ilyen köszönőlevelet. Én azt gondolom, hogy ezt külön határozattal megerősíteni nem feltétlenül szükséges, hiszen most egy rendelettervezetet tárgyalunk, tehát ehhez így, ha most így belemerülünk, akkor nem is nagyon tudjuk hova társítani, és azt gondolom, hogy ez a fajta megerősítés nem tesz ahhoz a köszönethez többletet, amit egyébként is megtennénk, hogyha ez így megfelelő lesz, de a javaslattal egyébként maradéktalanul egyetértünk, és azt gondolom így a képviselőtársaim nevében is mondhatom ezt, hogy egy köszönőlevelet mindenképpen a legnagyobb adózó, iparűzési adót befizető gazdálkodó szervezetek számára gesztus értékűleg mindenképpen megtehetünk. Köszönöm szépen. Többi képviselőt kérdezném a költségvetéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor én zárszóként röviden mondanék néhány szót, és nem konkrétan csak erről az évről, hanem talán most ez az utolsó olyan költségvetés tárgyalás, amikor ebben a formában, ebben a közösségben együtt tárgyaljuk a költségvetést, és
nagyon szép dolog, hogy minden évben elmondtuk, hogy még soha nem volt ilyen magas a mérleg főösszeg, és ez is egy ilyen év, kiemelkedő. És ha visszanézem azt a ciklusprogramot, amit elfogadtunk közösen, és amelyet mentén megvalósítottuk, igyekeztünk megvalósítani a városnak a fejlesztését, előmozdítását, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen jó és szép eredményeket mutathatunk fel így együtt. És ennek talán kiemelkedő pillanata a mostani, amikor ez a költségvetés így előttünk van. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az a talán furcsa szókapcsolat és jutott eszembe, hogy ez egy válságos aranykorszak. Abból a szempontból, hogy volt a Covid-járvány, volt az energiaválság, és talán ez még nem is múlt idő, hiszen ahogy láthatjuk, és nem függetlenül egyébként valóban a klímavédelem kérdésétől, az energiaforrásainkra fokozottan oda kell figyelni. Volt egy inflációs helyzet, aminek a hatásai azt hiszem, hogy erőteljesen érezhetőek. Mégis Nádorvár város önkormányzatának teljesítménye együtt a gazdaság szereplőivel azt hiszem, hogy kiemelkedőnek minősíthető. Ez egy felelősség mindannyiunk vállán, felelősség a városlakók felé, és azt hiszem, hogy a gazdasági szereplőket is idevéve nemzetgazdasági szempontból is felelősség terhel bennünket, így nádudvariakat. Én azt hiszem, hogy ezzel a felelősség teljes magatartással igyekszünk tervezni a fejlesztéseinket, mindennapjainkat. Néhány példát azért én is kiragadnék ebből, hiszen vannak olyan évtizedes elmaradások, amelyeket igyekeztünk és igyekszünk folyamatosan is pótolni. Talán most jött el az a pillanat, amikor megoldjuk azt a helyzetet, amiben az ingatlan vásárlások tekintetében a művelődési ház, illetve a strandfürdő kizárólagos tulajdonába kerülhet a városnak. 30 évvel ezelőtt kötetett egy megállapodás, amiről én azt gondolom, hogy talán az akkori viszonyok között bizonyára azok a felek is a legjobb megoldást keresték arra az adott helyzetre, hogy tovább működhessen ez a két intézmény. Az, hogy miért kellett eltelni 3 évtizednek, szerintem már fölösleges boncolgatni. Örüljünk annak, hogy most olyan gazdasági helyzetben van a település, hogy meg tudjuk azt tenni, hogy kizárólagos tulajdonába kerüljön az önkormányzatnak, a városi legyen, és ezzel a fejlesztéseiket tekintve új korszakot nyithassunk. Nagyon fontos a lakosságnak a közérzete szempontjából, hogy milyen utakon járunk. Visszaemlékezhetünk arra, hogy nem volt egyenletes a közutaknak a fejlesztése az elmúlt évtizedekben. Az első emlékeim szerint nagyobb volumenű aszfaltozásra még 2008 környékén került sor, amikor lakossági önerővel elég sok utca, több mint 10 utca aszfaltot kapott. Aztán sokáig nem nagyon történt semmi. És 2018-19-ig, mint egy évtizedet kellett várni arra, hogy ismételten lakossági hozzájárulással újabb utcák kapjanak szilárd burkolatot, aszfaltot. Ezt a hátrányt kell ledolgoznunk, Nádudvar 110 utcája, 77 km hosszan ennek tekintetében. Minden évben igyekeztünk valamennyit fordítani erre, és a pályázati forrásainkból lehetőségeinkhez mérten. Ennek azért már látható nyomai is vannak. Most ismét elérkeztünk egy olyan helyzethez, amikor Európai Uniós forrásból belterületi és külterületi utakat egyaránt, illetve hozzátéve az önkormányzatnak a saját forrását, és ami a legfontosabb, lakossági hozzájárulás nélkül fogunk tudni megújítani szintén közel 10-12 utcát. Azt hiszem, az egyik olyan fejlesztése lesz ez, ami örömteli kényelmetlenséget fog okozni a településen, ehhez fogunk neki kezdeni ebben az évben. Ami az energetikai beruházásokat illeti, és valóban egyetértek azzal, hogy a klímavédelemre kell fókuszálnunk, a fásítási ötletet nagyon szívesen fogadom, viszont minden ilyen javaslatot
el kell szakadnunk a korábbi beidegződéseinktől, és azzal az új szemlélettel és szakértő szemmel kell majd átnézetni, ami hozott egy új helyzetet a Kárpát-medence időjárásában, és ez a településen talán az elmúlt években, aki odafigyelt, az érezhette, hogy mit okozott. A növényborítás mellett a vizeink lesznek azok, amelyekre még fokozottabban oda kell figyelni. Talán nem véletlen az, hogy egyébként az energiaköltségek, rezsiköltségekben most ez kerül ismételten terítékre. Ebben mindenképpen nyitottak vagyunk, hiszen az a fajta szélsőséges helyzet a településünket fokozottan érinti, akár egy csapadék, epizódnyi csapadék töblettel, de akár egy hosszú hónapokig tartó aszályos időszakkal. És ez nem csupán klíma védelmi, vagy úgymond a természetnek a kérdése, az a városi életünket alapvetően befolyásoló tényező lesz, tényező most is, és tényező lesz nap mint nap. Nagyon egyszerű üzenetekkel, pocsékoljuk az esővizet és társai. Tehát azt hiszem, hogy ezekre sokkal tudatosabban kell majd a jövőben odafigyelnünk. Civil szervezeteink pedig olyan fontos szereplői abban a világban, a városban, amelyeket azt gondolom, hogy minden mozzanatukat meg kell becsülni, hiszen látjuk azt, hogy egyre kisebb az aktivitás az önkéntes tevékenységekre, és ez nem csak Magyarországon, az Európa szerte, világszerte megfigyelhető, és nagyon sok országban, nagyon sok városban, nagyon sok településen tudatosan kell azért tenni, hogy az emberek a képernyő világától elszakadva egymással akarjanak találkozni, és egymással személyesen tevékenykedve, akár kultúra, akár a sport területén végezzenek közösségépítő tevékenységet. Amit említettél, Erzsike, nyilván nem véletlen, hiszen a tavalyi év a sport éve volt, és én azt gondolom, hogy sportoló közösségeink továbbra is mindenképpen megérdemlik azt a megerősítést, amivel példát mutatnak a lakosságnak a mozgás örömére, egyáltalán a mozgás, mint tevékenység végzésére, és akkor még nem is beszéltünk az eredményeikről. Úgyhogy azt gondolom, nyilván nem felejtkezzünk el a kultúráról sem, vagy a civil életnek a más területeiről, de azt nyomon követhettük, hogy a tavalyi évben pályázatos úton más forrásokat tudtunk erre a területre becsatornázni. Összességében azt gondolom, hogy a válságos időszakok ellenére, amelyekre talán nem is voltunk, nem is vagyunk mindig felkészülve, mégis azt mondhatom, hogy egy nagyon nem túl távoli élményemből fakadó példával jöjjek elő, hogy városunknak, a településünknek, közösségünknek a rugalmas alkalmazkodó képessége jó. Azt hiszem, ebben az erősségben tudunk tovább lépni a 2024-es évre. A megvalósításhoz mindenkinek a maga helyén sok erőt kívánok, és megköszönve a hivatalnak és minden szakembernek ebben a költségvetési összeállításban végzett munkáját, és azt gondolom, hogy a ciklusnak a hátralévő részében, ami közel sem a választásokig tart, hanem ugye októberig fogunk még így együtt lenni. Abban mindenkinek kívánok sok sikert, és a választásra visszatérve pedig, aki megméretteti magát, azoknak is szintén kívánok sok sikert. Köszönöm, hogy meghallgattak. Azt hiszem, ezzel az összefoglalással tudnám lezárni a napi rendi pontot, hogy ha valakinek van valamilyen közlendője, véleménye, kérdése, akkor annak még most van itt helye a kettes napi rendi ponthoz kapcsolódóan. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmával egyetért, kérem kész felemeléseit. Jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangul a 9 igen szavazattal elfogad az idei költségvetésünket. És még nem engedjük irodavezető asszony, még egy 3 napi rendi pont rövid ismertetésének erejéig. Köszönöm szépen. Hát a költségvetési szavazás sorozatnak az utolsó momentumja a
tájékoztatású benyújtott mérlegek és kimutatások elfogadása, amelyet az államháztartási törvény ír elő kötelezettségként a képviselőtestületnek. Ez 5 mellékletet tartalmazó előterjesztés, amely egyrészt az előirányzatok mérlegszerű bemutatását tartalmazza, a tárgyévet, a megelőző évet és az azt megelőző évet alapul véve, tartalmazza a közvetett támogatásokat, amelyeket a lakosságnak nyújtunk, tehát nem pénzbeli támogatások, hanem közvetett módon akár adóelengedéseket, adókedvezményeket, vagy más egyéb kimutatásokat. Aztán tartalmazza az előirányzat felhasználási tervet és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. Valójában ezt az 5 mellékletet tartalmazza ez az előterjesztés, amelyeknek a részletes indoklását a költségvetési előterjesztés tartalmaz. Úgyhogy ennek az elfogadása szükséges még ahhoz, hogy a költségvetés teljes egészében elfogadja a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bizottsági véleményt kérnék szépen. Köszönöm a szót. A Gazdaságstratégiai Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság a 2024-ig költségvetéshez benyújtott mérlegek is kimutatásokat egybehangzóan elfogadta és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, képviselőköz fordulok. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk a határozati javaslattal, aki a benne foglaltak, mert egyetért 9 kész felemelése jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangul a 9 igen szavazattal elfogadta a 3-as napi rendi pontot. Rátérünk a 4-es napi rendi pontra, mely a települési támogatások és egyéb ellátások helyi szabályairól szóló rendeletmódosítást tartalmazza. Jelző asszonyt szeretném felkérni az ismertetésre. Köszönöm szépen a szót! Ahogy elhangzott a napirend címénél, ezen napirend a települési támogatások és egyéb ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet több ponton történő módosítására irányul. Fontosnak tartjuk, hogy a rendeletben meghatározott támogatási formák tényleges problémákat kezeljenek, megfelelő segítséget nyújtsanak és igazodjanak az időközben felmerült változásokhoz. Ilyen szemlélettel tekintettük át évelején ezen önkormányzati rendeletet, és az előterjesztésre születő módosításokat gyakorlatilag 3 csoportba sorolandóan foglaltuk össze. Az első csoportba tartozik bizonyos támogatási formákhoz tartozó támogatási összeg emelésére irányuló javaslat. A második csoport bizonyos támogatási formák rendeletben történő kivezetésére irányulnak, a harmadik pedig új támogatási forma bevezetésére. Összegszerűen javaslatot teszünk a temetési támogatásnak 30 000 forintról 50 000 forintra történő emelésére, a tűzifa támogatás kapcsán 25 000 forintról 30 000 forintra történő emelésre, az elemi kár miatti települési támogatás esetén 150 000 forintról 200 000 forintra történő emelésre, illetve a babaköszöntő csomagnál, ami eddig egy 15 000 forintos ajándékutalványt tartalmazott, 35 000 forint értékű baba-mama csomaggal szeretnénk kiegészíteni ezen támogatási formát. Figyelemmel kísérjük a rendelet gyakorlati alkalmazását olyan szempontból is, hogy azon támogatási forma, amely gyakorlatban nem megfelelően dolgozott, úgymond, nem megfelelő sikert ért el, azokat kivezessük a rendeletből. Ilyen volt a rezsi támogatás, amit az energia válság idején vezettünk be, de elenyésző számú kérelem érkezett, és az sem felelt meg a rendeletben foglalt jogosultsági szabályoknak, így ezen rendelkezés hatályon kívül helyezésére szeretnék javaslatot tenni, illetve tavalyi évben, decemberben került be a rendeletbe a képzési támogatás, amely egy pályázathoz kapcsolódóan úgymond egyszeri támogatás volt, ez megvalósult, így ennek a rendeletből történő kivezetésére is szeretnék javaslatot tenni.
illetve ahogyan már említettem, figyelemmel kísérve a benyújtott kérelmeket, a kérelmek indokait, egy új támogatási forma beépítésére teszünk javaslatot, ez pedig a hátralék kezelési támogatás, amely a rendkívüli települési támogatások közé illeszkedne a rendeletben. Utóbbi időben megszaporodott azon kérelmek száma, amely több havi lejárt közműdíj tartozás vonatkozásában kért segítséget a támogatás formájában. Így ezért tartottuk szükségesnek erre vonatkozóan egy támogatási forma kialakítását. Ez is a szociális felszorultságtól függő támogatás lesz jövedelemhatárhoz kötötten és sávos meghatározásban, ami azt jelenti, hogy bizonyos jövedelemhatártól így rendszerben 90, 70 vagy 50%-os önkormányzati támogatásra irányul. A fennmaradó rész egyfajta önrészként tekintjük, és hogy az egyéni felelősségre nevelés is a cél, hogy ne az legyen, hogy amennyiben ilyen helyzet, nyilván kerülhet az ember olyan rendkívüli élethelyzetbe, és erre egy méltányossági rendelkezés is be van építve a rendeletbe, de főszabály szerint arra szeretnénk törekedni, hogy mindenkinek a tekintetben az egyéni felelősségére is alapozva bizonyos fajta önrész megállapítása és megfizetése is történjen meg, és erre vonatkozó garanciát, hogy ez a támogatási összeg ténylegesen oda kerül, ahová az kell, közvetlenül a szolgáltatók felé szeretnénk utalni. Három díj tartozik, vagy bontunk bele ebbe a körbe, az áram, gáz és víz és csatorna díjra vonatkozó tartozásokat. A minimális tartozás minimum 20 000 forintot el kell, hogy érjen, illetve a másik jogosultsági feltétel még, hogy a szolgáltatást korlátozták, kikapcsolták, vagy erre vonatkozó felhívás érkezett a kérelmezőhöz. A babaköszöntő csomagnál elfelejtettem azt megemlíteni, arra is irányul a módosítás, eddig ezen támogatási forma a hivatalból került megállapításra. Viszont az adatvédelmi felelősünkkel konzultálva ezt kérelemre történő támogatásra módosítanánk. Eddig is a védőnök voltak úgymond a kapcsolódási pont a hivatal és az újszülöttes családok között. Ugye tavalyi évtől kezdve a védőnök már nem tartoznak az önkormányzat kötelékébe, de továbbra is ők lesznek azok, akik ezen támogatási formára kialakított kérelmet eljuttatják az újszülöttes családokhoz, és ekként reméljük, hogy valamennyi család élni fog ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, bizottsági vélemény, kérlek szépen. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Az Egészségügyi Szociális és Ifjúsági Védelmi Bizottság a mai napon tárgyalta ezt a módosító javaslatot, és megállapította, hogy gyakorlatilag nem csökkent egyetlen egy támogatási forma sem, ellenben néhány támogatási forma emelkedett, illetve a babaköszöntő csomag kiemelkedő mértékben emelkedett a rendelet módosításával, hogyha elfogadja nyilván a képviselőtestület. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy gyakorlatilag mind a mellett, hogy pozitív fogadtatása van a rendeletben megtalálható támogatásoknak, egy olyan fajta előre lépés és tapasztalható, főleg nyilván a kismamák körében, az öngondoskodásra való hajlamban látható, ez meg vagy megmutatkozik, hogy már akár a harmadik trimester idején, vagy közel a szülés idejéhez már érdeklődnek a kismamák, hogy hogyan is lehet majd ezeket a támogatási formákat igénybe venni. Tehát van egy ilyen pozitív hozadéka is ennek a támogatási formáknak. Azt nincs benne az előterjesztésben, hogy a nem kötelező védőoltások változatlan formában igénybe lehet venni. A keret az adott, és hogyha esetleg kimerül ez a 2 millió forintos keret, akkor sincs van nagy probléma, mert szükséges, hogy lehet módosítani. Mindezzel együtt a bizottság elfogadta a módosítást, és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek, és én ezúttal szeretném megköszönni polgármester asszonynak ezt a
pozitív hozzáállást az egészségügyhöz, a szociális szférához, és úgy egy szépen az egész támogatási rendszerhez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Képviselők is fordulok. Igen? Képviselőszám? Köszönöm szépen a szót! Hát a kormány családpolitikájához kapcsolódóan az önkormányzat is igyekszik egyrészt a támogatások köreit bővíteni a családoknak, másrészt pedig azokat az összegeket, a támogatási összegeket, amelyet ugye 3 évvel ezelőtt határozott meg a rendeletben a testület. Én most az idősekre is gondolnék, én nevezetesen a szépkorúakra, ugyanis a rendelet 21 paragrafusa rendelkezik arról, hogy a szépkorúakat közölti minden évben a polgármester, a miniszterelnökhöz hasonlóan ugye a 90-95 éveseket és a 100 éveseket. Na most én megnéztem a statisztikából tavalyi évben, hogy hányan lesznek az idén, amennyiben még élnek 90 évesek, 95 évesek és 100 évesek. 90 éves lesz 14 fő, 95 éves 5 fő, és 2 fő 100 éves 21 fő összesen. És én ugye az infláció miatt is javasolnám ezt a 20 000 forintos keretösszeget megemelni legalább 30-ra, mert hát azért, hogy egy szép csomagot lehessen összeállítani, meg méltót az önkormányzatot, azért a 20 000 forintos keretösszeg valami kevés. Tudom, hogy 10 000 forint nem sokat jelent, akár 20 is lehetne, de hát szóval én egyelőre egy 10-et javaslok, amennyiben a polgármester asszony és a tisztelt képviselőtársaim egyetértenének, tehát a rendeletet módosítani erre a támogatási formára vonatkozóan. Köszönöm szépen! Tehát akkor ez egy módosítási javaslat lenne. Igen. Rendben, köszönöm szépen. Többi képviselőhöz fordulom. Egyetértünk, tehát valóban ez így a rendeletmódosítás folyamatában azt gondolom, hogy bele tud illeszkedni abba a folyamatba, ahol egyéb támogatási formák mellett ezt a szépkorúak köszöntéséhez kapcsolódó összeget meg tudjuk emelni. Ennek azt gondolom, hogy a költségvetési kihatása nem jelentős, és mindenképpen a számokra is tekintettel, meg arra a gesztusra tekintettel, hogy próbálunk úgy hozzáállni az idősebb korosztályhoz, hogy ezzel is kifejezzük a tiszteletünket, hálánkat irántuk, azt gondolom, hogy ez indokolt lehet. Más egyébhez, hogyha nincs, akkor a módosító javaslatot tenném felszavazásra, aki egyetért azzal, hogy a rendelet 21 szakaszának a szépkorúak köszöntéséhez kapcsolódó 20 000 forintos csomagotnak az értékét 30 000 forintra emeljük, ezt kérem kézfelemeléssel jelezni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk, 9 igen szavazattal a módosítót, és akkor most a rendelet módosítást egyben tenném felszavazásra, aki a módosítási javaslattal kiegészített rendeletmódosítást elfogadja, azt kérem kézfelemelésre jelezni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a rendeletmódosításokat. Következő napi rendi pont, közterületi térfigyelő kamerarendszer. A jegyzőhöz fordulnak a rendelet módosítási. A Hajdú Bihar vármegyei kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában jelezte, hogy a képviselőtestületnek pontosítani kellene azt a rendeleti szabályozást, amely meghatározza, hogy
a közterületi térfigyelő kamera rendszer által továbbított felvételt ki jogosult megtekinteni, ezért a tisztelt képviselőtestület előtt levő módosítási javaslat arra irányul, hogy szó szerinti átvétele történjen meg a polgárőrségről szóló törvény vonatkozó szakaszának, amely leírja, hogy előzetes szakmai felkészítést követően jogosult a polgárőr ennek a tevékenységének az ellátására. Egyúttal arra tennénk javaslatot a tisztelt képviselőtestületnek, hogy a szabályozásnak azt a részét, amely a törvényességi ellenőrzés próbáját kiállta, azt változatlanul hatályban tartani szíveskedjen. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ilyen tevékenység végzésére egyedül a polgárőrség úgynevezett rendes tagja jogosult, sem az ifjú polgárőr, sem a pártoló tag nem jogosult arra, hogy ilyen tevékenységet végezzen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bizottsághoz fordulok. Köszönöm. Bizottságunk egyértelműen együttetően elfogadta a 8/2023-as önkormányzati rendelet módosítását az elhangzottaknak megfelelően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőhöz fordulok. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a rendelet módosítását, aki a benne foglaltakkal egyetért kíván készfelemel, és ha jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangul a 9 igen szavazattal elfogadtuk a rendelet módosítását. Jó, a 6-os napi rendi ponttal, Nádudvari település fejlesztés és városgazdálkodási non-profit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása kapcsán a taggyűlésen képviselendő álláspont kialakítása. Ügyvezető urat kérem fel a üzleti terv ismertetésére. Köszönöm, Bogász asszony. Üzleti tervünket a korábbi gyakorlatához képest az önkormányzati költségvetéssel együtt terjesztettük be. A számaink kialakítása során a 23 évi tényszámokat vettük alapul. A dologi és szolgáltási költségeinknek 15% emelést kalkuláltunk, ez összeszámban az önkormányzati költségvetéssel. A bér emelésre a 23 évi tény béradatokat figyelembe véve azt, hogy 23 év végén decemberben szintén történt egy jelentős mértékű minimálbér és garantálbér emelkedés, így a bérek összecsúsztak, bérfeszesség alakult ki, ezért a bér a teljes bértömegünkre egy 15%-os béremelést kalkuláltuk. A személyi létszámban tervezést, a személyi létszámban növekedést nem terveztünk, mentek el kollégák nyugdíjba, helyükre kerülnek felvételre új emberek, de az összlétszámon nincs változás. A feladatállátás számait több körbeegyeztük az önkormányzat pénzügyi vezetésével, amely tartalmazza az önkormányzati költségvetés, a feladatállátásban új tevékenységről nincs tudomásunk, ott változás nem történik benne. A bevételi másik nagy jelentős terület a hordékozdálkodás. Minden évben elmondjuk sajnos, hogy hordékozdálkodás egy bizonytalan tényező a költségvetésünkben, bár ez a tavalyi év változását követően tervezhetőbbé vált, mint korábban, és most már a költségeinket megkapjuk teljes egészében, nincs visszatartás 15%-ban, amit évvégén vagy megkapunk, vagy nem. Viszont a szerződés állományunkban a gyűjtésszállításra a korábbi szerződésünk meghosszabbítása került 24. december 31-ig, viszont a telepek kapcsolatos szerződésünk, mely a lakosság és a céges folyó beszállítása vonatkozik, csak június 31-ig rendelkező szerződés állományon. Természetesen bízunk abban, hogy ez meghosszabbítása kerül, tehát a telepet egész évek költségeltük, amennyiben változás fog történni, de nem lesz meg a szerződésünk, akkor a másik fél év elején újra kell számolni a költségvetésünket. Üzleti tervünket a nagybizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolta. A támadataink tartalmazzák a számokat, kérdésre állok a rendelkezésre, vannak a választók kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezném, esetleg könyvvizsgálóasszony kívánja kiegészíteni? Nem. Jó, akkor bizottsághoz fordulok. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Ahogy a ügyvezető úr is említette, keddi napon a felügyelő bizottság tárgyalta a KFT-nek az üzleti tervét, a tevékenységét, a számadatokat, a feladatokat.
nagy vonalakban elismerte a ügyvezető úr a legfontosabbakat, tehát a feladat és a tevékenységi körben változás jelen esetben nincsen, létszámban sincs változás. A hulladék, igen, az évről évre folyamatos kérdés, hogy merre is haladunk tovább. Fél évig a lerakó, illetve évig a szállítás, de én azt gondolom, hogy teljesítünk szépen, nincsen a feladatellátást akadályozó tényező, eszközökkel rendelkezünk. Tehát ha valami nem történik, nem látom akadályát, hogy esetlegesen ennek a folytatásának bárki is a kártyát vesse. Ennek ellenére hulladékügy, rekultivációról beszéltünk még a felügyelő bizottság során. Az idei évben én azt gondolom, illetve a felügyelő bizottság is egyértelműen támogatja, hogy ezt végre kell hajtani, ez tovább nem vihető. Főként úgy, hogyha továbbiakban szeretnénk is használni a lerakót. A felügyelőbizottság egyértelműen az üzleti tervet elfogadta, elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek, ugyanezt tolmácsoltam a pénzügyi bizottsági ülésen. A pénzügyi bizottság szintén a KFT üzleti tervét elfogadta és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, képviselőhöz fordulok. Képviselő. A szóbeli előterjesztésben szerepel, hogy a hulladékrakót 24. június 30-ig rekultiválni kell. Én a költségvetési tervben nem láttam ezt az összeget, vagy szerepel benne? Ezen összeggel most nem kap. Különösen nem szerepel, hogy a céltartalékot 2020 óta megképezzük ténylegesen is. 20-30 millió forint áll rendelkezésre elkönyvítve igazából. A rekultiváció több körbeesztőben a hatóságokkal át lett elmesztetve, tehát most a csökkentett műszeri tartalomban elfogadva a hatóságnál, amire hajlékot adtunk június 30-ig, viszont ugye a területek egyes lerakója az még közös művelés volt, a város kezdte el, és utána vett át a KFT, erről együtt is szükséges város vezetése igazából a költségek megosztására igazából. Ezért kapják mondták, hogy céltartalék megvan, tehát van rá költségünk félretéve, de ezt egyetlen szükséges. És ez milyen nagyságú ez korábban a eredeti tervek alapján 100 millió nagyságrend volt, viszont a borosok műszik tartalommal 30 millió, 30 millió nagyságrend, gyakorlatilag a hatóság elfogadta a részügyi lépésüket, csak a gyakorló tetejét kellett megtudni. Jó, tehát akkor van egy céltartalék, és akkor az önkormányzatnak valószínű, hogy ehhez nem kell hozzátenni semmit. Ezt így azért nem megyünk ilyen. Erről egy szükséges igazából, tehát ugye ez egy korábbi történet, amiről információ nem teljes, úgyhogy ez különösen kell igazából. Tehát Balgás asszonynak és pénzügyezés együtt kell egyeztetnünk a motivációt. A fedezet biztosított, egyeztetni fogjuk a költségviselés arányát. Ez egy olyan tétel, amely teljesen külön kell, hogy szerepeljen. És miután a pontos költségkalkuláció is hiányzik, de szerencsére az történt, hogy ez az idők múlásával, csökkent, nem pedig nőtt. Úgyhogy így egyértelműen az már most is látszik, hogy nem okoz túl nagy gondot, sem a KFT, sem az önkormányzat részéről a fedezet biztosítása, tehát rendelkezésre áll. Plusz ez csak az egyes ütemnek a rekultivációjáról beszélünk, tehát az nem a jelenleg használt kettes ütemét, tehát ez a kisebbik részéről is. Köszönöm szépen, a problémám annyi volt, hogy nem tervezte senki. Nem, de tudatosan, nem véletlenül valaki. Egyéb kérdés? Szászulás. Köszönöm szépen. Akkor amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, amely két pontból áll. Aki a benne foglaltakkal egyetért, kérem készülni, és ezt a szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egy hangul a 9 igen szavazattal
elfogadtuk az üzleti tervet, rátérünk a hetes napi rendi pontra, ami település rendezési terv módosításról szól. Jegyző asszony, kérem fel az ismertetésre. Köszönöm szépen. Amint ismeretes, folyamatban van több ponton is a település rendezési terv módosítása, illetve több igény is van a módosításra vonatkozóan. Ezen előterjesztés 4 beavatkozási területre vonatkozó módosítás elindítását javasolja. Ezen 4 terület a 1965/2 helyrezi számú ingatlanon önkormányzati beruházás alapján kialakítani kívánt közterületi parkoló használatbevételi engedélye miatti módosítás. A második az Alkotmány utca mentén lévő teleptömbökben az építési vonalra utaló szabályozás jelen törlése. A harmadik a Vai Miklós utca menti 36-25 helyrezi számú telep megosztási lehetőségének biztosítása a szomszédos építési övezetbe történő átsorolással. A negyedik pedig a Miklós utcai 904 helyrezi számú telken lévő szociális bérlakás épületének fennmaradása miatti építési vonaltörlés. Ezen 4 módosítás iránti igényből 2 önkormányzati érdeket szolgál, 2 pedig lakossági kezdeményezésre történne. A lakossági kezdeményezés vonatkozásában előzetes egyeztetés alapján a kérelmezők az ezzel felmerülő költséget természetesen vállalják viselni. A módosítás elindításakor bizonyos kérdésekben dönteni kell, ezen módosítás nem minősül az érintett területek kiemelt fejlesztési területnek a előterjesztés és a határozati javaslat egyes számú mellékletet tartalmaz egy feljegyzést, amely rögzíti, hogy telepítési tanulmányterv készítése nem szükséges, és új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a módosítás során. Az előterjesztéshez 2 határozati javaslat kapcsolódik. Az egyes határozati javaslat a tulajdonképpeni módosítás elhatározására vonatkozó döntés a feljegyzés elfogadásával, a 2. határozati javaslat pedig gyakorlatilag egy eljárásrend meghatározását a hivatali kapon történő egyeztetés igénybevételét jelenti. Köszönöm szépen, bizottsági véleményt kérlek szépen. Köszönöm a szót. Ahogyan jegyzőasszony is említette, 2 határozati javaslat tartozik az előterjesztéshez, mind a 2 határozati javaslattal egyetértett elfogadt és elfogadásra javasolja a bizottságnak. Köszönöm szépen, képviselőkhöz fordulok. Kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel az első határozati javaslatot, amely az eljárás megindításáról szól. Kérem, aki benne foglaltak fel egyetért, 2 felemeléssel jelezte. Köszönöm, megállapítom, hogy egy hangulat 9 igen szavazattal elfogadtuk, illetve szavazásra teszem fel a második határozati javaslatot az egyeztetési eljárás típusáról. Aki benne foglaltakkal egyetért, kérem, 2 felemeléssel jelezni széleskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat 9 igen szavazattal elfogadtuk. Következik ingatlanvásárlás, jegyzőasszonynak tudom átosztani. Köszönöm szépen. A tavalyi évben ezen a napirend már szerepelt a képviselőtestület előtt, azonban a határozat meghozatalát követően rendezési terv módosítás miatt változtatni kellett a telekalakítási változási gázrajzon, amely a telekalakítás során kialakuló ingatlanokat is érintette. A 0570/11 és 0570/13-as helyrajzi számú ingatlanok kialakításához mindösszesen 367 négyzetméter nagyságú terület megvásárlása szükséges. Ez a korábbi határozat alapján 3 négyzetméterrel kevesebb volt, most tehát 3 négyzetméterrel több ingatlan területet kell megvásárolni. Az értékbecslés elkészült és áfamentes lesz az ügylet, és mindösszesen a vételár 448.474 forint, ami a korábbi határozat alapján, és ezen 3 négyzetméter többletet figyelembe véve arányosan emelkedik. Köszönöm szépen, bizottsági véleményt kérnék. Köszönöm a szót, polgármester asszony, bizottsági véleményt. Egyértelmű projekt megvalósításához már ennyi hiányzik, és ennek akadálya nem szeretne lenni bizottságunk. A földterület megvásárlásával egyetértettünk, és elfogadásra javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, képviselőkhöz fordulok. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a 4 pontból álló határozati javaslatot, akire benne foglaltakkal együtt készfelmelése jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat, hogy igen szavazattal
elfogadtuk ezt a kis korrekciót tartalmazó előterjesztésünket. Rátérünk az Ady Endre Művelődési Központ és a Városi Könyvtár beszámolójára az elmúlt évről, illetve a idei évhez kapcsolódó munkatervről. Elsőként intézményvezető asszonyhoz fordulok, hogy kívánják-e akár a művelődéshez, akár a könyvtár részéről kiegészíteni a beszámolót, illetve a munkatervet. Igen, kívánom, köszönöm szépen. Rendben, akkor bizottsági javaslatot kérnék szépen. Köszönöm szépen a szót. Bizottságunk megtárgyalta, áttanulmányoztuk a beszámolót törvényileg, illetve szakmailag. A beszámoló egy magaszintű szakmai munkát tükröz. Rengeteg rendezvényel, amelynek köszönhető ugye a sok pályázati projekt, és ennek folyamányaképpen a rendezvények sokasága. A jövő évi beszámolóval kapcsolatosan, ebben az évben, illetve ez évi beszámolóval, vagy munkatervvel kapcsolatban, ebben az évben 40 éves a művelődési központ, hogy nagy változás előtt áll, ha sikerül a városnak megvásárolni az ingatlant, akkor egy méltó ünnepi rendezvénysorozat keretében ünnepelheti meg ezt a 40 éves évfordulóját. Bizottságunk gratulál egyértelműen a magas szintű szakmai munkához, és sok erőt és jó egészséget kívánunk a munkatervhez. Köszönöm szépen, képviselőkhöz fordulok. Szeretném megkérdezni, ugye az elmúlt évben rengeteg rendezvény teretett pályázati pénzekből módosítani, hát most gondolom, hogy ez jócskán meg a pap, vagy csokkal, hogy összesen hány rendezvényt tudtok még az idén a pályázati pénzekből megvalósítani, vagy nem vagy, hanem illetve az önkormányzati pályázatból hányat? Jelenleg három nyertes pályázatunk van az idei év, illetve tudjuk az eredményét. Ebből egy a könyvtárban fog megvalósulni nyáron, egy könyvtári táborunk lesz gyerekeknek. Van egy a Csúri alaphoz pályáztunk, ott a Népművészeti Egyesülettel közösen valósítanánk meg a Vándorinas tábort és az országos díjátadót, amit ők idehoznak Nádudvarra, és még nekünk is van egy közművelődési konferenciára nyert pályázatunk, amit ott a Művelődési Központ 40 éves évfordulójára szeretnénk rákoncentrálni, ráfordítani. Az önkormányzati támogatásból hát nagyon sok rendezvényt tudunk megvalósítani, ugye a szolgáltatási tervünk lesz föl van sorolva. És az, hogy most hány darab, én nem tudom fejből pontosan a táblázat, ezt tartalmazza, de nagyon sok. Ezen kívül ugye, amit kiemelnék, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökségnek köszönhetően megint számos rendezvényünk van, ami térítésmentesek. Tehát, hogy ezeket is gyakorlatilag megpályázunk, elbírálják, ha nekünk ítélik, akkor ezzel is bűvül a listán. Amit eddig tudtunk és tőlük kaptunk, az benne van a szolgáltatási tervben, de ugye még van olyan, ami elbírálás fogad, azt folyamatosan tesszük vele. Ehhez csak annyit tennék hozzá, Erzsike, hogy összeszámoltam a 2023. évi programok kapcsán, programok, rendezvények kapcsán, hogy csak a pályázati típusokból volt 12 féle. Ebben van hazai forrású, hogy az Európai Uniós projektek kapcsán, tehát már maga az, és abból is több volt. Tehát például a Vármegyei Önkormányzat közreműködésével 6-7 program is megvalósult. Tehát van ugye, ami befejeződött, aminek a dömpingjét lehetett érzékelni tavaly év végén, ebben az október-november-decemberi időszakban, az a pályázat lezárult, de ha nem is az a volumen, vagy nem is az a típusú támogatás, de én úgy érzékelem, hogy mondjuk kormányzati szintről azok a kulturális programok, amelyek a korábbi években futottak, idén is elérhetőek, sőt, még azt úgy érzékelem, hogy ezek még bővülni is fognak.
például mozi. Nem multiplex. Csak mono. Na, sztereó. Hát lehet, milyen, most lesz, milyen lesz az épület, fugú. VR. Egyébként egy nagyon részletesen kidolgozott anyagot olvashattunk, tehát volt mit olvasni, és reménység van arra, hogy a kulturális kínálat, ideértve természetesen a könyvtár és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is a jövőben nem szűkülni fognak, hanem bővülni. Tehát azt gondolom, hogy ez még a városi költségvetésből kiegészítve ugyanolyan színes programokat tud kínálni Nádudvaron valamennyi korosztály számára. Szeretném megköszönni ezen belül is a Művelődési Központ és a könyvtár dolgozóinak, munkatársainak a végzett munkáját, és sok sikert kívánok ehhez az évhez is. Amennyiben nincs kiegészíteni való, akkor a két pontból álló határozati javaslatot szeretném feltenni szavazásra. Aki a benne foglaltakkal egyetért, kérem készfelem, hogy is élvezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat 9 igen szavazattal elfogadtuk a Művelődési Központ beszámolóját és munkatervét. Tízes napirendi pont következik, jegyzőasszonyt kérem. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről. Ezen napirend nem ismeretlen a képviselőtestület számára, hiszen minden évben február végéig kötelezően meg kell tárgyalni. Ennek a jogszabályi háttere, ennek a háttere az, hogy jogszabályban rögzítve van, hogy február végéig a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia, illetve a képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogot a polgármester fölött. A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pót szabadságra jogosult, ez az alapeset. Az idei 2024-es év ugye a választás éve, ennek okán október 31-ig, tehát időarányosan számoljuk a 2024 évre eső szabadságos napok számát, ami 33 nap. Polgármester asszony 2023 évből 29 nap szabadságot nem vett ki, így göngyölítettem mindösszesen 62 nap szabadságolási, 62 napra vonatkozó szabadságolási tervet kell jóváhagynunk, amelyet a határozati javaslat mellékletet tartalmaz. Köszönöm szépen, bizottsági vélemény, kérlek szépen. Ügyeletigazgatási és jogi bizottság is megtárgyalta a polgármester szabadságára vonatkozó előterjesztést, illetőleg az ütemezésére vonatkozóan, ahogy az előterjesztésben foglaltak és jegyzőasszony által elmondottak szerint is. Ugye az első 3 hónapban a tavalyi szabadságát veszik ki, és akkor utána pedig október 31-ig az időarányos ütemezve, ügyelve arra, hogy egyszer se lépje túl a havonta általában 3,3 napot égett. Úgyhogy ennek alapján a bizottságunk az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Képviselőkhez fordulok. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kapcsolódó határozati javaslatot. Aki a benne foglaltakkal egyetért, kérem kézfelemelésre jelezni szíveskedjen. Tartózkodás nem szavazott, 0. Megállapítom a 8 igen, 1 tartózkodás, 0 nem. Szavazati arányban elfogadásra került a napi rendben. Köszönöm szépen. Lezárhatom a nyílt ülést? Jó, köszönöm szépen, lezárom a nyílt ülést, zárt ülés fog következni, és ismét van egyszerűen.